Sziasztok! Ha kinézünk az ablakon, vagy hogyha kint járunk az úton, látjuk, hogy beköszöntött a hidegebb idő. Sokan már fűtenek is az otthonukban. A fűtési szezonban is elővigyázatosnak kell lennünk. Számos veszélye van, ha nem vagyunk elég körültekintőek. Ez lesz a mai témánk. Vendégem pedig ehhez Nagy Csaba, a Hevesvár megyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság szóvivője. Üdvözöllek a stúdiómban! Szia, Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat! Hát akkor kezdjük el onnan, hogy mi a legnagyobb kockázat, hogyha fűteni kezdjük az otthonunkat? Mi okozza a legtöbb balesetet, tüzet? Nos, a, a legtöbb fűtési szezonnal kapcsolatos probléma a kéményseprős hiányából mm -hmm. fakad. Ö, nem csak ősszel a fűtési szezon legelején, hanem bármikor lehet ellenőriztetni a kéményünket. Aki gázzal fűt, annak két évente, aki fával vagy szilárd tüzeléssel, annak évente érdemes kéményseprőt hívnia. Fontos, hogy családi házakhoz nem megy ki automatikusan a kéményseprő, időpontot kell egyeztetni velük. Nem az időpont, hanem a rendszeresség a fontos a kémény ellenőrzésénél. Milyen munkafolyamatokból áll, tevődik össze az ellenőrzés? A kéményseprük ellenőrzik az ingatlanhoz tartozó kéményt, vagy a kéményeket, uh -huh. és az ahhoz tartozó összekötő elemek műszaki és biztonsági állapotát, azok tömörségét, átjárhatóságát, és azok tisztaságát. Továbbá leelnőrzik a tisztítóajtó záródását uh -huh. is. Számos alkalommal egy nem jól záródó tisztítóajtón pattadta ki a szikra, és úgy okozott lakástüzet heves vármegyében is, a szakemberek a szükséges, a tisztítást azonnal elvégzik. A tevékenységük fontos eleme, hogy ellenőrzik, hogy nem áramlik vissza szénmonoxid a tüzelőfűtőberendezésből, ezt egy mérőműszeres méréssel ö, hajtják végre. Gyakorlatilag a Tüzelőfűtőberendezésből kívül füstgázt elemzi ez a kis készülék, és a megadott adatok alapján tudjuk, hogy veszélyesen működik, vagy pedig uh, jól működik az a, az a tüzelőfűtőberendezés. Uh, továbbá a kéményseprők felmérik, hogy a helyiségek légállátási viszonyai uh, megfelelőek-e. Más szavakkal a nyílt égésterű berendezések kapnak elég levegőt uh -huh. a működésükhöz. Ez egy szolgáltatás, felmerül a kérdés, van. hogy kell-e érte fizetnünk bármilyen díjat is. Hevesvár vármegye teljes területén, a lakossági szektorban az egylakásos és a több lakásos társasházak égés termék elvezetőit, rendszeres felülvizsgálatait a katasztrófavédelem kéményseprői végzik itt. Ez a megyénkben, vagy bár megyénkben a Heves vármegyei ellátási csoport. Térítésmentesen Aha. áll rendelkezésünkre ez a szolgáltatás. Társasházak esetében a hirdetményt követő két értesített időpontban ingyenesek az ellenőrzések. A harmadik időpontnál már időpontot kell egyeztetnünk, társasházban is, és ott csak a kiszállási díjat kell uh -huh. kifizetnünk. Abban az esetben, ha a családi házba gazdálkodó szervezetet jegyeztek be, akkor a kéményseprés megrendelése az kötelesség. Uh -huh. Attól függően, hogy milyen fűtőeszköz van a kéményhez csatlakoztatva, egy vagy két éven te kell ellenőriztetnünk a kéményeket, és ezért a gazdálkodó szervezeteknek fizetni kell. A katasztrófavédelem holnap holnapján a település irányító számának megadásával elérhetővé válnak azok a listák, amelyeken a kéményseprő cégeket tudjuk megtekintetni, és ezek valamelyikétől meg kell rendelnünk a munkát, bármelyiktől megrendelhetjük. Szuper. Meg is fogjuk nézni nyilván ezt a listát, két-három kattintás, és elérjük a megfelelő megfelelő szolgáltatót. És hogyha a közterület vagy gazdálkodó szervezet a társasházban van bejegyezve, akkor mi történik? Amennyiben társasházban élünk, és a lakásban nincs bejegyezve gazdálkodó szervezet, uh -huh akkor a kéményseprő értesítést követően magától fog érkezni, és ingyenesen elvégzi a munkát. Amennyiben a társasházban, a lakásban be van jegyezve gazdálkodó szervezet, akkor a kéményseprő értesítését követően magától fog érkezni, A itt társasházakról van szó ismétlem, uh -huh. de a munkadíját ott már ki kell fizetni. Uh -huh. Ha a lakásunknak saját kéménye van, előfordulhat az is, akkor az egész munkadíjat munka ki fogjuk fizetni. Ha pedig a lakás a a társaság gyűjtőkéményére van csatlakoztatva, akkor a munka ráeső részét ki kell fizetni a gazdálkodó szervezetnek. Fa, szén, bármilyen szilárd tüzelés, ez mind szóba jöhet egyeseknél. Ők mire figyeljenek oda? Itt nagyon veszélyes az, ha nem olyan tüzelőanyagot használunk, amely elégetésére az adott fűtőeszközt megtervezték. Uh -huh. Ha nem rendeltetésszerűen használjuk a fűtőeszközt, akkor fokozzuk a korom lerakódását az égis termékelvezetőben. Ez a korom réteg fűtés során izzani kezd, és kéménytűzöt vezethet. A kéménytűz pedig másodpercek alatt átterjedhet a ház tetőszerkezetére is összességében ne fűtsünk háztartási hulladékkal, lakkozott, festett vagy nedves fával, még a vizes fa sem ideális tüzelőanyag. Ne tegyünk a kájhába, kazámba műanyagot, rongyot, színes papírokat, főleg ne gumihulladékot, mert ezek égésekor nem csak több korom rakódik le a kéményben, hanem veszélyes anyagok is felszabadulnak. Így van. Statisztikai adatok mindig érdekesek lehetnek. Avasd be mind, minket az elmúlt évek statisztikáiba, hogyan alakultak a, a kéménytüzek nálunk. A legutóbbi négy év statisztikáit hoztam el ide. 2020-ban 201 lakástűz volt, és 35 kéménytűz. Uh -huh. 2021-ben, már emelkedtek lakástűzek számai, 315 lakástűz volt, és 52 kéménytűz. 2022 es évben... 248 lakástűz és 34 kéménytűz, és a tavalyi évben 2023-ban 293 lakástűz és 52 kéménytűz volt. Ezeket a számokat elemező megfigyelhetjük, hogy évente minden hatodik, vagy pedig hetedik lakástűz a kéményből indul ki sajnos. Ezért ajánljuk ebben a podcastban is a kéményseprés fontosságát. Ha új fűtési módot választunk, akkor a kéményseprőkkel is fel kell levennünk a kapcsolatot. Igen, ha valahol új kéményt létesítenek, a régit javítják, esetleg felújítják vagy átalakításokat végzünk, azt a kémény csak azután lehet használni, ha megtörtént a helyszíni műszaki vizsgálat. Ezt a műszaki vizsgálatot a kéményseprőktől kell megrendelni, és nem érdemes kihagyni ezt a lépést, mert az engedély nélküli kémények használata tilos, uh -huh. és egyben életveszélyes is. Ö, könnyen tragédia lehet belőle, ha kihagyjuk ezt a lépést, akár lakástűz, akár szénmonoxid mérgezés formájában is. Ha már szénmonoxid mérgezések, a számuk hogy alakul a fűtési szabadonban? Egy laikus, akár én, és azt gondolná, hogy több gázüzemi fűtőberendezés van ilyenkor használatban, ezáltal esetleg több is lehet a baleset. Természetesen ilyenkor több gázüzemű fűtőberendezést használunk, gyakorlatilag több árammal működő berendezések is működnek ilyenkor. De a fűtés azonban megnő egy kicsit a szénmonoxid mérgezések száma. Uh -huh. Tévhit, hogy csak a régi gázkazánoknál jelentkezhet ez a probléma minden olyan nyílt égésterű fűtőeszköz és vízmelegítő forrása lehet a mérgező gáznak, ami, amely, amelyiknek nem biztosított a levegő utánpótlása. Egy kandalló, uh -huh. a cserépkáj illetve a vegyes tüzelésű kazán, a fali vízmelegítő is a szoba levegőjét használja működés közben, ezek, ezek nyílt égés készülékek. Uh -huh. Ha nincs elég friss levegő ezek környezetében, szénmonoxid fog keletkezni, ami magas koncentrációban akár egy percemből is halált okozhat. Uh -huh. Évente érdemes szakemberekkel megnézetni a fűtést és a vízmelegítőket. Ezek hőtermelő, lángalégő berendezések. A meghibásodásuk lakást őszöz, vagy szénmonoxid mérgezéshez vezethet. Szénmonoxid érzékelőt... Javasolsz, gondolom, ö, Így vásárolni. Van. Magam is egyébként egy ilyen vásárlás előtt állok. Meséld el, vagy mondd el, légy szíves, hogy milyen a jó készülék, vagy van -e egyáltalán jó, jobb, rosszabb? Így van. Ö, nagyon jól mondtad, érdemes minden nyílt égésterű fűtő és vízmelegítő eszköz mellé szénmonoxid érzékelőt helyezni. A katasztrófavédelem a Heves Vármegyei honlapján is teszi a megbízható, a vizsgálatok során jól működő, illetve a nem biztonságosan működő szénmonoxid érzékelőkről készített mm -hmm. kimutatásokat. Felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy semmilyen körülmények között ne vásároljanak a negatív listán szereplő termékek közül, illetve amennyiben már ilyen érzékelővel rendelkeznek, akkor érdemes lecserélni azt egy pozitív listán található termékre. Vegyünk, vegyünk, érzékelőt az életet ment, erről egyébként már mi is többször beszéltünk, és még egy utolsó szó a balesetekről és a kéményseprőkről, tudnak-e ők a balesetek megelőzésében segíteni nekünk? A, a kéményseprők az ellenőrzések során méréseket végeznek, hm. nagyon fontos tűzmegelőzési és balesetmegelőzési munkát hajtanak végre. A tüzelőfűtőberendezések rendszeres mérőműszeres vizsgálatával megállapítják, hogy az eszköz biztonságosan működik, ahogy már erről volt szó, és így lehetséges szénmonoxid mérgezéseket előznek meg azzal, hogy kiértékelik a kapott eredményeket. Hogyha nagyon-nagyon. Rosszul működik egy készülék, akkor az akár életveszélyes is lehet. Ö, nekik van joguk letiltani ezt a készüléket, ez közös érdekünk, hogy ne életveszélyes körülmények között éljünk. Gyakorlatilag a Kémények rendszeres karbantartásával, tisztításával pedig eltávolítják azt a veszélyes koromréteget, amelyek miatt kéménytüzek, illetve lakástüzek keletkeznek, így lehetséges lakástüzeket és életeket mentenek meg a munkájukkal. Ez így van, ezt, 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 biztosan tudjuk mondani, és javasoljuk nektek, hogy, hogy vásároljatok szénmonoxid érzékelőt, és a kémény -seprők segítségét pedig vegyétek igénybe. Kedves Csaba, nagyon szépen köszönöm, hogy ezt elmondtad. Nekünk ismét nagyon fontos témát boncolgattuk. Köszönöm, hogy ezúttal is elfogadtad a meghívásunkat. Gyere máskor is. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem. Nektek pedig a figyelmet köszönjük. Sziasztok!